Sziasztok, Marika vagyok. Makaróni fog készülni. Most gyors kaja lesz, úgyhogy ilyenből csinálom. Ugye paradicsomom most nincs, úgyhogy nem csinálok szószt, hanem jó ez. Mi szeretjük különben. Na, itt a makaróni, 250 g. Már a vizet fedettem, 2 liter vizet tettem, felrakok bele sót, meg egy csöpp olajat. Itt van ebbe az edénybe, körülbelül 3 evőkanál olívaolaj, 3 evőkanállal, 250 g a darált hús, tehát minden 250 g. Hozok még gombát, nem csinálom ám szakszerűen, ahogy ide rá van írva, azokat belerakom, körülbelül úgy sorba, de nem csinálom szakszerűen, úgyhogy mi nem szeretjük ilyen hosszan, úgyhogy én nem úgy teszem bele a vízbe, hogy hogy beleteszem, aztán majd lesüljed, hanem eltöröm két felé. Hát ahogy sikerül. Az egyik hosszabb, másik rövidebb. Úgyhogy nem számít. Ahogy sikerül, szépen eltöröm, aztán majd mutatom. Még hozok gombát. Hát úgy emlékeztem, hogy van itthon fagyasztott gomba, de csak ilyen, ami levesbe menne, ilyen zöldséges, de jó lesz az. Úgyhogy most az történik, hogy az olajba bele fogom rakni a darált húst, és kifehérítem, majd mutatom. Mind a két oldalát kifehérítem, és akkor hozzáadom a gombát. Ugye a gomba már teljesen kész. Jó kéz van, most hozzáadom ezt a fagyott, még fagyott gombát. Aztán még ezzel is jó sok ez a gomba. Hát ez nem tudom mennyire remélhettem volna. Hát, elég sok. Ebben még egy kicsit hagyom, hogy a levét eltője, meg menjen szét. Hát ugye annyira nem fogom körángálni a gomba, nehogy itten valami bajunk legyen tőle, majd itt a forróba. Hát most csak annyi a különbség, hogy ugye lesz egy zöldség, mert ugye most ez úgy készül. Hát egy ilyen, ezt tudom mondani, egy ilyen, ez 3 decis, ez a kis tál, ez pupos sem volt, ilyen kézgombával. Úgyhogy azt figyeljétek, ha ezt szerint készítenétek. Ez meg ilyen milánói makaron, knór. Nem kapok ám érte pénzt, csak mutatom, knór. Mindig ezt használjuk. Még van egy másik fajta, azt is szoktam. Hát amit kapok. Én nem tudtam erre vacakolni. Amit kapok. Na jó, ennek fel kell most, hogy engedjen, addig kevergetem, utána a leírás szerint, mindig azt szerint szoktam csinálni. És akkor majd utána adom hozzá a tasak tartalmát, meg a 3 deci vizet. És hozzáadom a tasak tartalmát. Hát ezt is meg tudjátok ám csinálni, ennyit a videónépés, mert minden rá van írva. Jó, lekeverem. És itt hozzáborítom a vizet. És akkor megfőzöm még egy... Még forrástól legalább egy 5-10 perc. Aztán, hogyha olyan helyzet van, hogy ugye van sok paradicsom, akkor másképp csinálom én is. Majd egyszer azt is megmutatom. Meg hát lehet sonkából, nem kell darált húsból, de mi szeretjük darált húsból, meg ugye az mindig van itthon legalább. Sőt,
sűrűsödik, leveszem kislángra, aztán teszek rá felhőt, mert még a tészta nincs kész. Majd jövök a tálalásra. Tésztát nem mutatom, hogy hogyan főzöm. Elmondtam, víz kell vele, a víz 2 liter körülbelül, akkor 2 teáskanál só körülbelül, meg 1 evőkanál olaj, amit ide burítottam, abból raktam vissza, és oda át. És akkor a forra víz, akkor megfőzöm, de nem andantéra, ugye, hanem puhára, mert mi úgy szeretjük. Összekevertem a szószt, a húst, a gombát, meg a tésztát. Ez most jó forró, és egy kis apró lyukú reszelő reszelt sajtot fogok rászólni. Nem sajnálom, mert én nagyon szeretem. Már megint sokat nejtettem magamnak. Gyere, papa, te is, akkor itt a sajt. Hát ezt most nem fogom megkóstolni, itt előttetek. Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Készítsétek el, vagy írjátok oda, hogy hogyan készítitek. Sziasztok!